Győrben rendezték meg a Győr-Moson-Sopron megyei kereskedelmi és iparkamara által kiírt Szakmák Harmóniája elnevezésű tanulóverseny. Elnök úr, hogy jutott eszükbe, hogy ezeknek a fiataloknak a szakképző intézményekből ezt a fantasztikus versenyt létrehozzák? Az ötlet az tavaly született, hiszen ez már másodízben kerül megrendezésre a rendezvény, és pont azon gondolkodtak, hogy hogyan lehetne ezeket a egymással szorosan összefüggő és összetartató szakmákat úgy a pontra hozni, hogy ez a gyerekek számára is kihívást jelentsen, ugyanakkor viszont megmutathassuk azoknak a rokon szakmáknak a szépségét, és én úgy gondolom, ez sikeresen megvalósult. A kamara híres arról itt ebben a megyében, hogy nagyon komoly együttműködésben gondolkodik. Ez a Győr városának a jövőképébe illeszkedik? Igen, én úgy gondolom, hogy az ország vezető gazdaságának lenni, megyei gazdaságának az egy óriási kihívás, és így kihívás a kamarának, a gazdaság önkormányzatának a számára is, hiszen a feladatunk, hogy ellássuk az itt működő gazdálkodó szerveket megfelelő kvalitású és elegendő számú munkaerővel. Hogyan jutottak arra a gondolatra, hogy egymást erősítő szakmák versenyét már a középiskolás és szakmunkásképző hallgatók körében is meghirdetik? Tagozatunk főként a kézműves szakmákkal foglalkozik, ez azt jelenti, hogy a manualitást helyezi előtérbe. Ez egy nagyon fontos dolog, a mai szakképzési rendszer átalakulásában is ez hangsúlyos. Tehát mindenképpen a mai szakképzési rendszer átalakulás ennek hangsúlyt fog adni, illetve ennek lehetőséget fog adni a képzési rendszerben. A másik dolog pedig az, hogy a szakmák azok nem elszigetelt egészként léreznek. Felismertük azt, hogy a szakmák egymással összefüggenek. A szépségiparban például a kozmetika, a podrászat, a divat, mind a három olyan, hogy külön-külön egyik sem képzelhető egymás nélkül. Ha a három harmóniában van, akkor egy harmonikus egészet alkot. Az idén kiegészült még egy nagyon fontos résztvevővel ez a verseny, a médiával. Ugye a szépség is olyan dolog, hogyha jól publikáljuk, hogyha kellő marketinggel látjuk el, akkor jobban eljut az embereknek a szívéhez, közelebb áll az emberek lelkéhez. Tehát úgy látjuk, hogy ezt a négy szakterületet megpróbáljuk egy egységé kovácsolni, négy különböző fiatal szakembert teammunkában dolgoztatni és a csapatokat zsűrizni, akkor ebből valami fantasztikus eredmény fog kijönni, és az egész egy showműsorként előadható, és az a showműsor ez már gyakorlatilag a közönségnek is egy érdekes történet. Ennek a versenysorozatnak lesz-e folytatása? A kamara támogatja ezt a törekvést? Persze, nagyon szeretnénk. Én, mikor ide kerültem az első évbe, megkért a titkár úr, hogy ő már évek óta szeretett volna egy ilyen rendezvényt, és bennem látta azt, hogy én talán meg tudom neki ezt valósítani, és hál' Isten sikerült is. És így a nagy sikerre való tekintettel most már minden évben muszáj folytatnunk. Mennyire gyakorlat ez, hogy a szakmák megmérhetik a tudásokat nagy nyilvánosság előtt? Ilyen verseny szerintem nem sok van az országban, ahol több szakma méri össze a tudását, tehát több szakma együtt dolgozik. Ezek a szokványos versenyek vannak, kozmetikus fodrász verseny, de ilyen komplex verseny még nem tudok róla legalábbis, hogy lett volna. Mesélne erről a hagyományteremtő rendezvényről? A kereskedelmi és iparkamarának az a célja, hogy ebből szeretne egy szép hagyományt létrehozni. Középiskolás tanulóknak írja ki ezt a versenyt. Ide a színek, formák és anyagok kombinációja volt a téma. A kamara felkéri az egyes szakképzőhelyeket, az iskolákat, Győrben és Győr környékén levő iskolákat, és
ott a szakmai vezetők választják ki azokat a gyerekeket, akik alkalmasak egy ilyen versenyben való részvételre, meg akik szívesen teszik ezt. A legnagyobb nyeremény az az a folyamat, amíg a kiírástól eljutunk a mai napig, amikor itt ezeket a gyönyörű színes produkciókat megláthatjuk, és ugye ez nagyon dekoratív és rendkívül sokat mond, de én azt gondolom, hogy annak a 4-5 gyereknek, aki együtt dolgozik, az a folyamat a legnagyobb nyereség, amíg ezek a produkciók megszületnek. Remember my name, it's probably...